Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, köszönöm, hogy itt vannak, ismét Családőrzők című műsorunkat látják. Vendégeink a mai napon is Papp Csilla életvezetési szakértő és párkapcsolati mediátor. Köszönöm, hogy itt vagy. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Örömmel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztő mozgásterapeutát. Mindig végigmondod ezt a hosszú valamit. Cseri Zsuzsi, köszönöm szépen a meghívásodat, szervusztok! És most mondjam azt, hogy Gábor atya, Tornyai Gábor plébános és mentálhigiénész szakember. Én is köszöntök mindenkit. Én azért szeretem a titulusokat elmondani, hogy el tudjuk mondani a nézőknek, hogy tulajdonképpen miért beszélgetünk mi így együtt ezekről a témákról. Nehéz témánál jártunk egy héttel ezelőtt. Mondtuk, hogy visszamegyünk, és vissza is kell jöjjünk, ez pedig a kamaszkor. Sok minden kiderült a kamaszkorral kapcsolatban. Eljutottunk már odáig, hogy milyen külső hatás éri a kamaszokat. Eljutottunk oda is, hogy a szülő nincs könnyű helyzetben ebben az időszakban. Bizony szülőnek is tanulni kéne, hogy hogy kell kezelni ilyenkor a kamaszokat. De amiről én mindenképpen szeretnék beszélni, az egymással való viselkedésük a kamaszoknak. Nem véletlen, mert tudjuk, hogy tud ez olyan lenni, hogy tragédia is lesz belőle, de tud ez olyan lenni, hogy mondjuk tanulmányban versenyeznek egymással, most butaságot mondtam. Vagy egy életre szóló barátság alapja. Igen. Ez a ritkább, azért neveztem el a dolgot, mert bár minden kamasz azzal foglalkozna, hogy én tanulok jobban, vagy a pattársam, de hát igen. Van ilyen is. Van ilyen is. Az nagyon jó lenne. Van, mert ugye ő azzal akarja kimutatni az ő különlegességét, hogy ő, tehát én ismertem ilyent, hogy általános iskolás felsősként már kvázi egyetemi, mint ami fizikai dolgokkal foglalkozott. Vagy nekem a saját osztályt, általános iskolás osztálytársaim jutottak eszembe, akik 7.-8. korukban már a gimnáziumi fizika-matek feladatokat oldották meg, mert hogy ez volt az ő világuk, ez volt az, ami számukra fontos volt. Ugye ez most mennyire volt tudatos, hogy ő most ezzel ki akart tűnni, vagy neki ez természetes volt, De azt hiszem, hogy ez is lehet egy irány, hogy ő valami nagyon ráfókuszál, és akkor abban aztán kiteljesedik. Azt eszembe jutott egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nagyon sokszor mondták, hogy azért vagy különb, mert külön módon tudsz viselkedni. Tehát a különb legyél, ez egy ilyen belső törekvésünk, hogy különb legyek, de ugye ez a különbözöm szóból ered. Tehát csodálatos a mi magyar nyelvünk, ez nagyon-nagyon szép. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tudom én a típusból, az univerzálisból, a szürke masszából, ugye a kamaszkor az énségről szól, hogy én elkülönüljek, hogy én kilógjak a sorból, hogy én megmutatkozhassak, megnyilvánulhassak. És na, a Brian életét jutott eszembe erről, nem tudom, hogy ez megvan-e nektek az igen, a film, igen. És abban van egy ilyen jelenet, hogy ti mind egyeniségek vagytok. Igen, mi mind egyeniségek vagyok. Én nem. És akkor, tehát ugye ez nagyjából ez igen, a képített, hogy én nem vagyok egyeniség. Tehát, hogy én más vagyok, mint a többiek. Én nem olyan vagyok, és én nem úgy öltözködöm, mint a többiek. Én nem megyek el azt, így úgy is ezt vagy azt csinálni. Tehát, hogy így. Ebben egyébként a gond az lehet, hogy a fizikusodat kiközösítik a többiek. Persze, de hogy ő igen, abszolút, valószínűleg ez is történhetett meg vele, de hogy ő nem is foglalkozott emiatt a többiekkel, mert hogy ő ezzel a másik, már magasabb réteggel volt ő kapcsolatban, hiszen ő már azon a szinten dolgozott, gondolkodott, és ő akkor már ő felnőttebb volt. Tehát pont ez a határjáték, hogy ő ebben volt felnőttebb, mint a többiek, és akkor ő el tudta mondani magáról, hogy én felnőtt. A kis alacsonyabb rendű buta népséghez képest én felnőtt vagyok. Mert hogy abban ő már előttük járt, tehát neki volt egy célja, ugye, amihez megvolt a megfelelő motiváció, és ugye itt jön be a szülő szerepe, mert hogy vannak olyan kamaszok is egyébként, hogyha most már így behoztad a példát, hogy tényleg példásan törekvőek, tehát akár tanulásban, akár a zsenialitásig, akár sportban, vagy mi volt itt valami versenyek voltak, vagy zene, vagy tehát hogyha rá tudnak fogni valami olyan témára, amihez megfelelő motivációjuk van, és tegyük fel, hogy már gyerekkortól sportoltatták, vitték, inspirálták a szülei, jól tudták motiválni, akkor egyébként elvileg a kamaszkor szépen át tud csúszani a felnőttkorba, és sikereket hoz magával, és abból táplálkozik. Ugye ez a szerencsésebb, de igazából azért nem erről beszélünk, mert hogy a problémásabbról beszélünk,
hogy ebben segítsünk. Én bennem azért vetődött ez föl, mert az előző múlt héttel, amikor felvetetted a kérdést, mondtad, hogy ha néznek bennünket tizenévesek, akkor ne rettenjenek meg attól, hogy mi lesz majd velük, a kamaszkor lesz. És arra azért gondoltam, hogy jó lenne, ha beszélnénk arra is, hogy ennek van azért egy pozitív abszolút, oldala igen. is. Tehát, hogy itt a leválás az nem csak arról, hogy ez egy szörnyű időszak, és akkor itt mindenféle sötétségek vannak. De most megint így eszembe jutott, hogy ugye én ide jártam a közelbe, Vörösmarty Bálátás iskolába, és nekünk volt az ökölkörünk, akik így az idézőben tanulmányi elit voltunk így az osztályban, ezek a 4-es-5-ös csapat, vagy jegyeket hordozó csapat, és akkor mi nekünk ez úgy természetes volt, hogy mi olvastunk, meg könyveket osztottunk meg egymással, meg azokból a könyvekből hoztunk be játékokat, meg itt a Bregyónál a kísérdőben most teniszpályák vannak, ott az építkezési hulladékból házat építettünk, és szedtük össze a bontott téglákat, és abból raktuk föl. De ez a mi bandánknak, vagy ennek az ökörkör csapatunknak volt a valami őrülete, sajátossága. Mi abban teljesedtünk, és abban voltunk különlegesek. És mi nem lázadtunk senki ellen, mi az intelligenciánkkal tűntünk így a nagy szürke között. Oké, de nem egyedül voltál, hanem volt körülötted egy kör. Ők is ugyanazt akarták. Persze. Igen. Csak hogy a pozitív irányban, hogy tanulás, tehát hogy ez is lehet egy olyan világ, ami összeköti. De most egy másik srác jut eszembe a mostani kamasz világból, aki a barátaival podcastot akarnak készíteni, és akkor most ők ebbe teljesednek ki, hogy akkor ők 7.-8. korosztályban, akkor ők most az internet világába, majd ők ilyen véleményalkotó és formáló emberekké válnak. És igen, veszik észre a kamaszkor nyugjeit, a hormonokat és a jövőt? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ők is megélik, csak mivel van egy jó szociális kapcsolódási rendszer körülöttük, ugye a szülőktől levágva a korosztályos csoporttal együttműködve, annak a hatásait élvezve nem érzik annyira nagyon meg ennek a súlyát. De a kamaszkor gyötrelmei szerintem azoknak gyötrelmesek, akiknek felnövekvés során is valamilyen veszélyeztetettségük volt, valamilyen nehézségük volt, valamilyen eredendő sérülésük volt. Tehát az a gyerek, aki úgy kerül be a kamaszkorba, hogy kvázi kotta szerint járta végig az élet útját idáig, őt is meg fogja ez az egész érinteni, de másképp, mint azt, aki úgy jut el a kamaszkorig, hogy édes Istenem, éljük túl a mai napot. És ha minden napot csak túlélni akartam, akkor az nem történt meg, hogy tartalommal úgy töltsem meg, hogy nekem annyi tapasztalatom legyen, úgy fel legyek vértezve a majdani felnőtté válásra, hogy én azt mondjam kamaszkorban, hogy ide nekem a világot. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat, hogy a szülőknek is késő elkezdeni akkor kapkodni a fejüket, amikor kamaszodik a gyerek, mert akkor már nagyon keveset tudnak tenni. Tehát akkor már megvan fontos. A probléma, akkor így már van. Késő. Így tehát van. Akkor meg nyilván meg lehet tenni mindent, meg lehet próbálkozni, de hogyha azok az alapok nem lettek megadva, ami ahhoz kell, hogy ő egy egészséges kamaszként nőjön fel, és aztán egy jó személyiségű felnőtté váljon, akkor azt nagyon nehéz behozni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de rengeteg munka a szülőnek is, és a gyereknek is. Egyébként itt még visszatérve a pozitív példára, hogy ugye ők azért nem szenvedik meg úgy, mert egy értelmes dologra fognak el. Tehát ahelyett, hogy abban vergődnének, hogy kamasz vagyok, és nem találom a helyem, nem szeretnek a szüleim, lázadok, más akarok lenni, ki akarok törni, stb. Ahelyett ők egy értelmes dologra fognak rá, mint akár ez az ökörkör, értéket teremtenek, és teljesen át tudják a fókuszukat, az összes energiájukat arra tenni, és mellékesen egyébként zajlik a kamaszkor. Hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy milyen a kommunikáció a kamaszok között. Felhozok egy példát. Az ott egy zárt közösség, hiszen kamaszok a sportolnak és versenyszerűen sportolnak, akkor egy zárt közösségben nőnek fel. Ebben a közösségben is vannak piszkálódások. Teszem azt mondjuk, a fiúk nagy szeretettel piszkálnak egy hölgyet, hát egy kislányt, aki esetleg adottságait tekintve nőiesebb. Megkap mindent, hideget, meleget, lehet, hogy ő ezt nagyon-nagyon rosszul éli meg, de aztán ugye elmúlnak az évek,
ez a csapat szétesik, és 20 év múlva találkoznak, és azok a fiúk, akikről a lány azt hitte, hogy folyton bántották, azok mondták, hogy ha tudnád, milyen szerelmesek voltunk beléd, és hogy miért alakult ez így, mert nem volt nyitott kommunikáció, nem volt őszinte kommunikáció. Tehát lehet, hogy a lány sérült is lelkileg ez alatt az időszak alatt, ettől a sok piszkálódástól, holott máshol akart szólni a dolog. Ma mi a tapasztalat? Mennyire nyíltan kommunikálnak egymással a kamaszok? Csetten őszintén. Én nem tudom, hogy őszintén, de szerintem pont ugyanaz. Tehát, hogy az ember 2000 évvel ezelőtt pont ugyanolyan volt, mint azt gondolom, hogy ma. Nem hiszem, hogy az emberségünkben nagyon változtunk volna. Szerintem ez a... Igen? Ezzel nagyon kell vitatkozlak. Ugyanis, és az, nem véletlenül dobtam be ezt a csetet. Tehát így face to face... Lehet, hogy nem viselkednek egymással annyira durván, bár ma már azért hallani híreket borzalmasak tudnak lenni egymással, tehát egészen késhegyre menő dolgok, és ugye pár évvel ezelőtt is egy gyerek az egyik iskolai épületből lépett ki az akárhányadik emeletről, most is van egy ilyen történetünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kegyetlenség az iszonyatosan bennük van. Ez nem volt benne korábban az emberben? A korábbi gyerek történetekben nem volt. Ez mindig is benne nekem volt. Csak a legyek ura jut eszembe, ami abszolút a kamasz társadalomról szól. Igen, mindig is benne volt az emberben. Csak nem láttuk csak, annyira, nem? Nem, hanem ott élő kommunikáció volt, élő együttlét volt, és hogyha a nagy közönség nem tudta, vagy a nagy közösség nem tudott védekezően fellépni, akkor persze bajok voltak. Most nem tudsz mit csinálni, mert láthatatlan. Tehát, hogyha te kiteszel egy posztot akárhova, tudom, hogy nem ez a fő témánk, de a mai kamaszok ebben élnek, abszolút, tehát nem tudsz mit csinálni. Abszolút. Kiteszel egy posztot, teljesen jó szándékkal. Hát most nézd meg, hogy a fele az egyfolytában olyan stílusban és olyan dolgokat enged meg magának. Mondom, de csak azt mondom, hogy ez nem, sajnos nem, tehát, hogy pont az jut erről eszembe, csak meg, bocsánat, hogy belevágtam, csak az jutott eszembe, hogy ez a nem felnővő nemzedékre pont úgy olyan igaz, mint ez a trollkodás, ez abszolút divatos, és ez felnőttként. Tehát én most a pápa látogatás kapcsán láttam olyan posztokat, amik mondjuk egy hibásan, nem tudom, kitett szöveg, és hogy milyen trollkodás indult el magukat felnőttnek mondó emberek körében. Igen, én is láttam. És ezek csámcsuktak, és élvezték, és nem tudom mi. És hát igen, valószínűleg ez ugyanaz az a kamasz. Csak tudod, addig, amíg már a 12 éves gyerek, vagy az adott esetben még kisebb gyerek is használja ezeket a felületeket, és ő kitesz valamit, mert nem tudom én mit rajzolt, akármicsodát, és rárepülnek a többiek, és ízekre szedik, és az a gyerek, az úgy döngöl, tehát úgy döngölték bele a földbe, amit ha a szülő nem vesz észre, nem lát, nem tud, nincs olyan kommunikációja, hogy a gyerek ezt jelezze felé, na akkor onnantól kezdve komolyan veszélyeztetetté válik ez a gyerek. Tehát, hogy most a láthatatlan kósággal szenvedünk, mert korábban legalább látható volt. Most már nem látható. Hát, ugye, ha nyílt posztban szólnak hozzá, azt te is láthatod, de igen, a chatben nem láthatod, mert ha a gyereket nem vezet be, nem mutatja így meg, van. Így van. Hogy kike már pedig általában nem mutatja meg, és nem tudod a jelszavát. Ez mégiscsak az ő világa. Igen, ez mégiscsak, tehát valahol neki is vannak határai, és őt is tiszteletben kell tartani, tehát magát, az ő személyiségét is. Na, csak itt megint az ön, erre bocsánat, hogy így folyamatosan belemágok abba, hogy mondtuk. Csak nem baj, mondd, kövessük. Mert hogy ez engem most így fölpörgetett, hogy például van olyan ismerős, akinél még ha van is a gyereknél telefon, de mondjuk megvan szabva, hogy mikor, mennyit használhatja a telefont, eleve otthon használhatja esetleg, meg hogy mit tölthet le magának a gyerek. Tehát, és egy kamasz gyereknél ez a legnehezebb, megint ez a határengedés, hogy mikortól mennyire, hogyan használhatod a dolgokat. Gábor, ez álságos. Ez egy kicsi gyereknél lehetőség, amikor a kicsi gyereknek azt mondja az anyukája, apukája, hogy ez én oldalamon keresztül leszel te regisztrálva, és onnantól abszolút, kezdve igen, én ezt látom, igen, tudom. Igen, igen, igen. Hát, azért én tudnék egy-két olyan 12 évest mutatni neked, abszolút, aki úgy kenterbe ver bennünket, ahogy a nagykönyve meg van írva ezekkel a történetekkel, és hogyha nincs kocka, anyuka vagy apuka otthon, akkor pont ugyanígy járnak. Tehát elveszett ez a csata akkor, hogyha a szülőnek élő, valódi kapcsolata nem olyan a gyerekével, hogy a gyerek tudja, hogy őt értik, tudja, hogy őt értékelik, tudja, hogy ő rá számítanak, hogy és ő fontos, mondani azt, ami van, és elmeri mondani. Ez és így szeretnek, van. És elfogadnak így is, hogy így esetleg van. Én kicsit defektesnek tartom
magam, akkor is szeret anyám, apám. Igen. Ez nagyon tehát fontos. A mai világban, tehát hogyha ha ezelőtt 20 évvel veszélyeztetett volt a kamaszkor, mert ha 20 évvel korábban beszélgettünk egy ugyanilyen stúdióban, teljesen más lenne a téma, mert 20 évvel ezelőtt is a kamaszkor volt. Hát ugyanúgy nyakiglábak voltunk, ugyanúgy, tehát ugyanezek voltak. Csak ma az élet, meg az életforma hozott egy teljesen más. Hát az életkörülmények törtön. Mások. Hát tehát ugye... sokkal szélsőségesebb, sokkal vadabb, sokkal durvább. Igen, igen. De én a csinálnak a kérdésére, vagy felvetésére kapcsolódva azért mégiscsak visszahozom magamat ide. Megpróbálom menteni, szöglefelrúgni a dolgot. Mert hogy ugye azt mondta Csilla, hogy volt az a lány, akit ott kicikiztek a többiek, igen, 20 éve később megtudta, hogy tulajdonképpen mindenki szerelmes volt belé. Tehát ebben emögött a trollkodás mögött is azért nagyon sokszor ez van, hogy tulajdonképpen persze. Nem tudom kifejezni neked, mert ciki lenne kifejezni azt, hogy nekem tetszel. Itt és van. Ezért nagyon durva vagyok veled. És aki meg megkapja az üzenetet, akármilyen formában csetel, gifeket kap, meg nem tudom, akármiket oda küldenek neki a többiek, ő azt fogja látni, amit lát. És nem tudja a mögöttes szándékot, fogja, nem ugyanúgy, tudja. Ugyanúgy, mint amikor rendesen kommunikáltuk egymással, semmi értettük. A kommunikáció mindig a fogadó részéről. Igen. Én mindig azt mondom azoknak a, például ilyen lányoknak, aki hasonló problémával keres, hogy nézd meg, hogy mi volt az ő valódi motivációja, hogy mit akart ezzel mondani, mert lehet, hogy nem is azt akarta mondani. Tehát mindig van egy mögöttes cél. Most nyilván ezt egy kamasz önmagától nem tudja, ezért vagyunk mi szakemberek, és mondjuk tőlünk meg tudja tudni, hogy vizsgálja ezt meg, mert ezek vizsgálódásokat igényelnek, hogy mi a mögöttes cél, mit akart ezzel, mert nagyon sokszor nem azt mondja, amit akar, mert nem tudja felvállalni, vagy nincs eszköztára rá, vagy egyszerűen annyira, már bocsánat, kis béna, hogy nem meri bevállalni. Nem tudja önmaga se megfogalmazni magának, ami benne van. Vagy nem tudja kifejezni, vagy nem meri felvállalni. Meg szégyeli. Nem meri és felvállalni. Ez a legszörnyűbb, hogy ők szégyellik. De ugye ez a digitális nemzedék most még a fertőzések, meg mindenféle betegségek, meg ez az egész kór, amiben élünk, így is nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát a most kamasz gyerekeket, azt gondolom, kutya kötelessége minden felnőttnek, minden felnőttnek, pont ugyanúgy, mint ezelőtt 50 évvel, nem elmenni mellette, nem átlépni rajta, nem negligálni a látványát, vagy a jelenséget, vagy bármit, hanem mindenki felelős azért, hogy ez a nemzedék vészelje át ezt az időszakot. Ez nagyon-nagyon nehéz most. És hogy a szülő egy ilyen helyzetben mennyit tud hibázni, megtudja ezt a problémát, és elmegy, és megkeresi a fiúkat. És teszem azt, leüvölti a fejüket, aztán ő hazamegy, a lány megy másnap megint iskolába, igen. És még jobban megkapja, amit meg kell kapnia. És én azt hiszem, hogy a szülő ennél nagyobbat nem hibázhat, de én azt értem a szülő felfogásából, én is így voltam, amikor szülőként a gyerekemet macerálták, hogy valamit tennem kell. Hát mi az, hogy az én gyerekemet bántják? Hát kikérem magam. Én meghívtam igen. Őket hozzánk bulizni. Igen. Igen. Nekem ez volt a módszerem, hogy ha rászálltak a gyerekeimre, akkor csináltunk egy bulit, én csináltam játékokat, én csináltam élményt nekik, én csináltam mindent, és onnantól kezdve ment a dolga a saját útján. Hagytam rá lehetőséget, hogy megismerjék egymást. Tehát, hogy legyen olyan kapcsolódásuk, ami aztán, amiből töltekezni tudnak. És onnantól kezdve ez egy teljesen más irány tudott venni. Jó, de ez mondjuk a te megoldásod volt, de egyébként, hogy egy kisebb kamaszról van szó, mondjuk tényleg 10-12 évesről, akkor megteti azt a szülő, hogy bemegy a pedagógushoz, és vele beszél, és majd a pedagógus és a szülő összefogásban rendezik, ahogy rendezik. Tehát valószínűleg egy közös gondolkodás folyamán valami jobbat tudnak kitalálni, mint ha bemegy és leordítja a Pistike fejét. Igen, ez egy tök szép. Azt látom egyébként nehézségként, ha már így ebbe a szülőpedagógus, hogy sok esetben most a szülők már a pedagógust kezdik el kioktatni, hogy tulajdonképpen neki mit kéne csinálni a gyerekek oktatásával kapcsolatban. Igen, is van, igen. És nekem még az jutott eszembe, hogy még így kicsit így még kavarjam ezt a témát, amit így a Csilla mondott, hogy és akkor bemegy a vagy oda megy a szülő a fiúkhoz, és majd megmondja nekik, és akkor majd másnap az iskolába. Szerintem nem, szerintem rögtön cseten megkapja az illető. Ma már cseten, akkor még ugye más volt, igen. Pontosan így van. Majd kizereki közösítik. Tehát, hogy ezek így a sötét oldala ennek a történetnek. Amúgy is egyébként mi nők hajlamosabbak vagyunk, úgymond az áldozat szerepbe belemenni.
a nők általában hajlamosabbak nagy általánosságban, és ugye... Kivéve néhány tigrist, így van, vagy egy-két boszorkány, de hogy mi hajlamosabbak vagyunk felvenni ezt a szerepet, és ugye nyilván a kamasz fiúktól ilyen jellegű támadások sokkal gyakrabban érik a lányokat. Ilyen jellegű támadások, holott egyébként, ha visszamegyünk az óvodába, gondoljatok bele, Pistikének tetszik Juliska, mit csinál? Meghúzza a cofját. Tehát nem azt mondja, hogy Juliska, de szép vagy. Hol van ez ma, édesem? Tudod, mi van az óvodában? Megmutatom, ha megmutatod. Szóval. Sőt, mi több a lányok kezdeményeznek, úgyhogy mindjárt át is vinném a példát, hogy akkor legyenek fiúk egymás között. Teszem azt, hogy egyik fiú jobban sportol, vagy szebben mond verset, és ezért a többiek piszkálják. Aztán felnőnek, találkoznak, és elmondják, hogy olyan irigyek voltunk rád. Akkor már úgy őszintén kijön belőlük, de hogy kamaszkorban ezt nem beszélik meg a gyerekek. Mert nincsenek rá szavaik, meg nem tudom. Nem csak erről szól, gyerekek, az a baj, hogy, és ez már nekem nagyon-nagyon régi veszőparipám, hogy a különböző intézményekben, ahogy bekerülnek a gyerekek, folyamatosan egy versenyistálóban érezhetik magukat, állandóan mindenféle képzést kapnak, de az élet dolgairól alig tudnak valakivel érdemben beszélni. Na most bemegy az intézménybe a 3 éves reggel, 7 órakor, 7:30, vagy még korábban, eljön onnan délután, 4 órakor, 4:30, akármikor. És ugyanez fogja végigkísérni 18 éves koráig, mindegy, hogy milyen intézménybe megy. Tehát értitek, hogy amikor távol van a családjától, akkor kellene valami olyasmit kapnia annak a gyereknek, ami az életre készíti fel. Ahol megtanulnak egymással kommunikálni, ahol megtanulnak élethelyzeteket kezelni, ahol megtanulja magát megvédeni, ahol megtanul érdeket érvényesíteni, ahol a probléma megoldás, igen, ahol bár, szóval miért nem ez történik, vagy legalább valamilyen szinten ez miért nincs jelen a világban? Tehát most, amikor visszamennek a gyerekek, a végre kinyitják a középiskolát, az általános iskolát, akármi, és akkor tavasszal visszamennek, és akkor egy-két hétig kovályognak, mint a cecelégy az iskolában, mire egyáltalán megismerik a tantermüket, a dolgaikat, meg összeszedik magukat, meg valamilyen módon visszazökkennek, és utána egészen évvégéig más sincs, mint az ebből írjál dolgozatot, abból, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Értitek? Tehát, hogy, és az, hogy vagy, fiam? Hogy élted túl ezt az elmúlt időszakot? Mi az, ami neked nehéz volt? Otthon a családban hogy alakult az élet mindenki? Tehát értitek? Hogy nem kapják meg azt, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy fontosak legyenek. Hát és pont ez a baj, ez a nagy hiányterület, ezért olyanok, amilyenek. Mert ugye minden rendben lenne, és mondjuk ilyen kérdések elhangzanának, és tényleges érdeklődés lenne, tehát nem csak udvariassági kérdések, hanem tényleges érdeklődés, akkor ezek a kamasz fiatalok, vagy fiatal emberek, fiatal hölgyek teljesen másképp éreznék magukat, mert éreznék azt, hogy ők számítanak, hogy kellenek, hogy fontosak, hogy érdekesek. Ember számba veszik őket. Ez az, igen. Nagyon nehéz. Hát tényleg nagyon nehéz ez a téma, de azt hiszem, hogy még mindig lenne mit beszélni róla. Egy picit még maradnék is, hogyha nem baj, hiszen van még egy 2-3 percünk az adásidőből, úgyhogy hagy példálózzak tovább ezekkel a kérdésekkel. Mi a helyzet azzal a kamasszal, aki úgy próbálja ezt a dolgot megoldani, hogy tényleg tüske lesz? Tehát egy sündisznóvá válik az egész. Az neki jó? Dehogy jó. Nem. Hogy ő most hát nem tud kapcsolódni. Nem jó, mert ugye nem tud kapcsolódni. Bezárt. Kívül tüske, belül bezárt, és megszületem. Tehát ő elmagányosodik felnőtt korára, hogyha ezt a megoldást választja? Nem feltétlenül. Nem biztos. Nem biztos, de felnőtt. Itt több opció van, igen. Igen, hát nagyon érdekes, hogy milyen kimenete van ennek a történetnek. Most eszembe jut egy fiatal felnőtt, aki kamaszkorába vált sündisznóvá, mert vidékről sok gyerekes családból bekerült egy középiskolába, ahol természetesen az értékrendő neki kicsit más volt, ízekre szedték, valóban sündisznóvá változott, de úgy is maradt. Tehát most már felnőtt, most már családja van, most már nem tudom, ma is ugyanaz a pikért, ugyanaz a nem tudom, és olyan nehéz beleszeretni az életbe, hogy egyébként egy nagyon értékes ember vagy, nagyon jó dolgokat tudsz csinálni, nagyon jó meglátásaid vannak, csak egy picit szelidebben adod a világnak az elvárásaidat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, nincs köztes állapota. Vagy mézes-mázos, vagy harap. Nincs köztes.
Tehát nem normálban nem üzemel. Nincsenek technikái, nincsenek neki olyan copingok a kezébe, amivel ő az élethelyzeteit tudja kezelni, nem tudja belülről rendezni a dolgokat. Tehát érted, hogy nagyon veszélyes dolog ez, hogy hogyan kerül be a kamaszkorba valaki, és ott mi minden történik vele, és onnan hogyan megy tovább. De ha van mellette akár egy felnőttebb barát, akár egy olyan közösség, amiről közösség, te beszéltél, igen. Bármi, akkor van esély. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek, amikor A-ból áttevődik az élettere B-be, hogy ha nem tud ott valamilyen módon, csináljunk valami hidat. Igen. És ez a szülő felelőssége. Kikerülhetetlenül sérültek vagyunk. Tehát, persze. Ugye megint egy kicsit így a katolikus papságom szól ebből meg, hogy van az emberségnek egy alapsérült állapota, mert mindig gyakorlatilag a szeretésre vágyik, csak rosszul csináljuk, és picit éppen ezért osszuk mi magunk is a sebeket magunk körül. Uh-huh. Viszont hogyha olyan kapcsolatokat találunk magunk mellé, amit mondta, hogy szülők, baráti kör, akik elfogadnak, akkor ez az elfogadás szeretés képes arra, hogy meggyógyítson, és mondjuk a sündésznős előbb-utóbb kibújik a tüskéi közül, hogyha biztonságban tudja magát, vagy a csiga is kibújik a házból, ha úgy érzi, hogy biztonságban van, és hogyha ezekkel a sérülésekkel együtt, tehát hogy ezeket hordozunk magunkba felnőttként is, de hogyha találunk olyan kapcsolatokat, olyan élő, szerető kapcsolatokat, amik ebben az önmagunkban erősítenek, vagy önmagunk szerethetőségében erősítenek meg bennünket, akkor el tudjuk hordozni ezeket a sebeinket, és akkor ebből tudunk gyógyulni. Az előző műsor végén a gyerekekhez szóltam, a kamaszokhoz, most hagyj szóljak a szülőkhöz, úgy néz ki a recept valahogy úgy áll össze, hogy figyelem, türelem, rengeteg türelem, és hatalmas nagy szeretet a kamaszok irányában. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Papp Csillának, Fekete Cseri Zsuzsannának, és Tónyai Gábor atyának is, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra Családőrzök, ugyanitt. Viszontlátásra! Viszontlátásra!